fölmerült bennem, hogy egy picit már úgy érzem, hogy a nyakamnál kezd egy kicsit megereszkedni, illetve a felső szem és a szemöldök. Lefixáltuk, már beszéltünk telefonon, itt ott, ott, és végül én mondtam le, és úgy vagyok, hogy még várok vele. Még egy kicsit hagyott, hogy lógjon? Hány éves vagy? 52 leszek. Hát azért mondjuk ez az arc, ez nem egy 52 éves szerencsés, arc. Ez nem a sok anyagnak köszönhető, többségében ugye a genetika az alapvető, ugye abból indulsz ki, és ahhoz tudsz tényleg jobbat vagy kevésbé jobbat csinálni. Nagyon sokat számít ugye a szájtöltés, meg az orrplasztika. És a kettő együtt nagyon meghatározó tud lenni egy arcon, és akkor abban az már ugye a csekék szemes, ebben a szeme nincsen, csak nagyon piszeur és nagyon dús ajak. Mindegyik ugyanúgy néz ki, mindegyik ugyanolyanra lett műtve. Hát van most igen egy ilyen trend. De ők tényleg ugyanúgy néz neki, vagy csak mi látjuk? De nagyon-nagyon. Néha már olyanok, mint az ikrek. Egy éve volt egy Achilles szakadásom, az kivont engem egy pár hétre a munkából. Sebész, és a kéz, ugye? Mert azt szokták mondani, hogy hát az a mindene. És akkor arra nagyon kell vigyáznod? Tehát, hogy hát figyelj! Te nem vágsz föl egy hagymát? A három igazság mai vendége dr. Krasznai Zsolt, plasztikai sebész. Hogy eljöttél. Három témakörrel Tomi. Készültünk, ezekben a borítékokban vannak elrejtve, de a sorrendet azt te határozhatod meg. És az idő, amelyben nagyjából válaszolhatsz rá, mint egy szemöldök plasztika, 7 perc. Nem tudom, de az lehet plasztikázni 7 perc. Igen, nincs is ilyen zöld. Laci, a te témaköröd van a zöld borítékban. Nem kezdjük. Ja, mert a végén meg majd jön a tiéd, Zsolt, a fehérben, azt kívántuk, de igen. A te igazságod. Mi az igazság? Mi az oka szerinted a plasztikai beavatkozások ilyen dinamikájú elterjedésének, mint amit az utóbbi időben tapasztalható? Hát egyszerű, nektek köszönhetjük a médiának. Igen? Hát persze, hiszen a média ugye, ami ahogyan egyre jobban előtérbe hozta ugye a szépséget, és mindenhol láthatunk szépséget, és meg is nevezik ezeket a dolgokat, arról már nem is beszélek, hogy akár a kis kütyünkön keresztül, akár a social médián keresztül nap mint nap csak a külsőséggel foglalkozunk, de én szerintem ennek a dinamikája beindult már akkor, mert régen is megvolt, ugye a 60-as években, de azt hiszem az első, nem akarok hülyeséget mondani, zsírleszívás, az egy mulerusban táncoló hölgynek volt, ami aztán végül amputációba végződött. Hány évre? Igen, mit amputáltak? A lábát. A zsírszívás követően elfertőződött, igen. De hasáról szívták. Nem, a lábára. Ja, lábára. A zsírszívás követően. Hogyha plasztikai sebészet történetét nézzük, akkor szerinted ez hány év? Több mint 100 év. Több mint száz év. Hát ugye mindig voltak próbálkozások, és most a plasztikába vegyük bele azt, hogy egyszer valaki átültetett egy pici szövetet, na akkor már a plasztikai sebészet csírájáról beszéltünk. Igazából azt mondom, hogy az esztétikai ipar az a 50-es évek utántól indult el, az implantáció ugye a 60-as évek utántól indult, az első implantáció, és aztán szép lassan ez ugye beivódott a társadalomba, és beszivárgott, és egyre érdekesebb téma, hiszen akkor már jön az, hogyha tudjuk, hogy ilyen létezik, akkor van a híresség, a színész, a modell, vajon ő átesette rajta. Ugye először még nem merték elmondani, ma már ugye úton útféle mindenki beszél mindenféle műtétre, ami nem baj, mert szerintem nem titok. És aztán egy szép lassan ugye beívódott a hétköznap életünkben, a lakásunkban, a családunkban, a gyerekekhez, hiszen már számukra is téma, akárcsak az Olivért, ugye ő még most már fölfogta, hogy mivel foglalkozik a papa, de régen nem. A nagyfiad ugye, tehát 14 éves. 14 éves, és gyakorlatilag ők is márról beszélnek, hogy szerinted papa, ő megvan operálva, nincs megoperálva, tehát ez már téma. És ez, hogy ez téma, azt szerinted jó, hogy ez téma? Szerintem jó, a külsőségekről mindig beszéltek az emberek, akár szerintem most azt mondom, a afrikai törzsekben is, ahogy fölrakták ezeket a karikákat, biztos, hogy beszéltek róla, hogy ez olyan szebb, 10 karikával kevesebb kell, vagy több. Vagy ugye a rizsporos hajd, vagy a... Oké, csak szerinted miért érezhetjük úgy, amiről a Laci kérdése is szólt, hogy az utóbbi időben itt Magyarországon azért... ez dinamikusabbá vált. Csak a beszéd is róla, vagy meg maguk a beavatkozás. Nem csak azért, mert ugye a technika fejlődik, és ugye, ahogy a technika fejlődik, úgy egyre jobban, dinamikusabban lőnek. Egyébként te tudsz válaszolni a gyereknek, hogy ő megvan műtve, vagy nincs? Tehát te látod? Hogyne. Nagy részét igen. Sőt, most elkaptam Brad Pittet is. Tényleg? És ő frankon megvan, mert most ez vita, hogy... Mi történt vele? Nem, tényleg más. Megvan a telefonomban, majd megmutatom nektek, van egy fotó, ahol pont oldalról mutatják, tehát a szeméhez nem mer hozzányúlni. Mert azt szerintem az nagyon gyorsan feltűnő lenne, neki az alsó-felső szeméje nagyon meg van ereszkedve. De klassz, sármos. Sőt, szoktuk mondani, hogy egy férfi személy akkor klassz, hogyha pont a szempillasor ér,
Mert micsoda a szempilla? Szempilla sorig, neked, neked a, odáig neki még több, neki még van szemhéja is. Tehát, van. Mert ugye azt szoktuk mondani, akkor olyan nagyon jól néz ki, hogy egy kicsit olyan sátor mögül néz ki oldalon, akkor olyan van egy pasis látványa. Például Liam Neeson, amikor az egyik filmjében elsőként mutatkozott, ahol nem tudtam, hogy mitől olyan furcsa a tekintete, akkor esett túl a szemhéjplasztikán, és elveszítette azt a pasisságát a szeme, ami, ami addig megvolt. Na, ehhez nem nyúl hozzá se a George Clooney, se a Brad Pitt, akinek nagyon kéne pedig fiatalabb, azt szerintem a DiCaprio, na ő már tényleg két paplan mögül néz ki, de a Brad Pittnél elkaptam most egy fotót, ahol lehet látni ezt a heget, tehát ugye az arcplasztika hegét, egészen ezt a kis ívet, ugye a többi részére, ugye a pajásza meg a haját úgy fésül, hogy nem látszik. Miről árulkodik ez, hogy fel lett húzva? Ahogy volt egy arcplasztikája. Ez a klassz, amire ezt mondják, hogy kihúzza. Igen, hogy egy picit meg van feszítve, férfiaknál óvatosan kell ezzel bánni, lásd, ugye lehet látni férfi színészt, akinek nem túl jól sikerült, de például a Brad Pittnek isten ilyen áll, mert ugye valószínűleg elsősorban nyaki részre mentek rá, és ez a nyaki rész Wimbledonban, amikor ott ült, és mindenki nézte, hogy mitől ilyen jó pasi, még mindig ez a Brad Pitt néz ki, és én is azt néztem, hogy hova tűnt a nyaka. Aha. És biztos, hogy valami történhetett. Megrántják fölfele. Ilyet. Ha majd eljutsz abba a korba, amikor megereszkedik a nem tudom micsoda, vagy meg kell húzni, igen, akkor magadnak megcsinálod, magadnak, vagy csinálod? Hát magának magad nem tudja aldatni. Nem hiúság, de én is gondolkoztam rajta, és most december elejére pedig már egy Miami-ban lévő kollégával már lefixáltam egy időpontot, ez úgy augusztusban fölmerült bennem, hogy egy picit már úgy érzem, hogy nyakamnál kezd egy kicsit megereszkedni, illetve a felső szem és a szemöldök. Lefixáltuk, már beszéltünk telefonon, itt-ott, és végül én mondtam le, és úgy vagyok vele, még várok vele. Még egy kicsit hagyott, hogy lógjon? Igen. Azért, de miért amúgy? Nem időben kell ezt elkezdeni? De időben kell elkezdeni, ne legyen túl feltűnő, de még azt mondtam, hogy még várok egy kicsit, én úgy is megyek most már. Bocs, de hány éves vagy? 52 leszek. Hát azért mondjuk ez az arc, ez nem egy 52 éves. Szerencsés, arc. Ez nem a sok anyagnak köszönhető, többségében ugye a genetika az alapvető, ugye abból indulsz ki, és ahhoz tudsz tényleg jobbat vagy kevésbé jobbat csinálni, de most úgy is megyek ki, mert lesz pihenés is, meg szakmai dolgom is Miami-ban, és ott szeretnék találkozni, mert hogy átbeszéljem vele, ne csak így képernyőn kamerán keresztül. Nem félek ezektől a dolgoktól, nem volt még, térműtéten volt összesen, de ha kell, akkor csak addig a szintig, és nagyon-nagyon meg kell válogatnod, hogy kihez mersz elmenni, mert egy arcplasztika tud nagyon jó lenni, egy férfinál viszont tud nagyon mulatságos lenni. Egy nőnél tud, inkább azt mondom, hogy ha nem úgy sikerül, akkor azt mondom, hogy kicsit mű a hatás, inkább így fogalmaznak, jó, van a groteszk is, és van az, ami meg tök jó, és nem tudod te sem, mert észre sem veszed, csak jön, jár köztünk az az ember, és nem tudod, hogy mitől ilyen friss. Mi kérül, ki volt az elrettentő példa? Hát például, hogy Stallone vagy szegény, majd eszembe jut a neve. Nekem mindig az szokott eszembe jutni, hogy próbáljunk meg méltósággal öregedni. Jó, ebben biztam, hogy nem a Krasznai neve jut ezt. Nem, hanem amikor ez igen, nem valós. Erről igen. Már amúgy tök sokat vitatkoztunk, bocsánél az asztalnál, hogy mi az, hogy méltósággal öregedni. Hát most igen, érted? Csak mondjuk erre azt mondom, hogy más az, hogy mi a foglalkozásod. Tehát ott van például, ugye foglalkozásos megint a színészekre, ott van Jessica Lange, vagy ott van például Diane Keaton, igen, a színe a Michael Keaton, a Diane Keaton, mind a kettő nagyon szép és nagyon szép nő volt, mind a kettő engedte, hogy úgy öregedjen, ahogy. És most, ha megnézed egy filmbe olyan, hogy azt mondod, hű, pedig ezek milyen szép nők. És ugyanaz, mert pedig van, akiben segítségért nyúl, ezt is nagyon szépen meg lehet csinálni. Nekem például nagyon bejön két bekénzél, ahogyan kezeli, 51-2 éves, és még mindig olyan, mint egy tínédzser lány, pedig tudjuk, hogy arcplasztikája volt. De azt mondjuk, hogy a Meg Ryan ugye örökös példa, aki meg szegényként rossz út, rossz plasztikai sebészt választott. Ez azt jelenti, amikor, bocsánat, ezeket az eltorzult arcokat látom már, amire azt igen. Mondjuk, hogy túl van tolva. Ez azt jelenti, hogy rossz sebészt választ? Biztos, két oka lehet. Én ebben gondolkodom. Az egyik az, hogyha valakinek mondjuk tényleg van mondjuk egy Madonna betege, és mondjuk van kettő ilyen neve, nem biztos, hogy el akarja veszíteni, és mondjuk a Madonna érkezik, hogy még húzzá rajta nekem Joe, mert én nekem úgy lenne, hogy hát nem kéne rajta, akkor megyek már, de megcsinálom. Aha. És akkor gyakorlatilag addig csinálja, míg ilyen szörnyszülötték kialakulnak. Tehát az egyik oldal az, hogy a páciens pressziója, a másik oldal, hogy az orvos nem tud nemet mondani. Te tudsz nemet mondani? Aha, nagyon sokszor mondunk nemet. És pont mondtam kint a kolléganődnek is, hogy most is volt nálam kedden például egy férfi színész,
ismert személy, és először még úgy megnéztük, kell, nem kell, 50-valány év körül van, még beszéltünk is róla, hogy akkor nézzük valami hamarabb időpontot, és tegnap este, tehát rá egy nappal én írtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, én most is nézem a fotódat újra, végig gondolom, szerintem várjunk még vele, mert nincs még itt az ideje, és még tök jó pasi vagy, klassz vagy, stb. Stb. És úgy, és visszaírt, hogy köszi szépen Zsolt, akkor minden évben jövök, és nézzük meg. És amikor ez mindennapos példa tud lenni hétköznapi emberekkel is, vagy éppen ismertebb emberekkel, és hát ugye a rossz plasztikai sebészre is tudok egy jó sztorit, pont ma volt nálam ugye egy hölgy botoxon, és akkor mondta, hogy kérdeztem, hogy volt-e már ilyen kezelés. Hát igen, volt. Itt is megszúrt a kollega, akkor nem tudtam mosolyogni, itt föltöltötte, de nézze meg, milyen dúzom. És azt mondja, pedig rokonom a plasztikai sebész. Pedig rokonom a plasztikai sebész, de a melműtétemet már nem mertem hozzá, mert annyira rosszul dolgozik. Ja, mondom, jó, akkor hagyjuk abba az egészet. De mindegy, megcsináltuk neki persze, de hogy ennyire vicces sztorika is találkozol. Sok plasztika függő van? Van plasztika függő értelemszerűen, vannak olyanok is persze, akik nálunk ilyen szempontból már tiltólistán vannak, ugye nem merjük, és aztán ebből is volt már olyan, amelyik más néven jelentkezett be, és akkor úgy próbálkozott, hát és akkor megláttuk, akkor mondtuk neki, hogy... De ne arra, ugye, most nem a nevedet küldtem. Nem, szóval azért mondom, hogy van függő is ebben. Nézd, ha megkóstolsz egy jó dolgot, tehát vegyük a két függőt, van az a függő, amire azt mondjuk, hogy... Már nincs mit rajta operálni, de még jönne operálni, ez az a rossz vége. A másik oldal az, amikor kapsz egy jó műtétet, eddig izgultál, féltél, hogy úristen, egy műtét, és rájöttél, hogy ez nem is olyan kínzó dolog, akkor megkóstolom a másik oldalt, hiszen hallottam a barátnőmnek, milyen jól sikerült. Itt mindig egy a fontos, hogy mindegy, hogy egy paciens mit gondol, vagy mit szeretne, neked kell, te vagy az orvos, neked kell tudnod eldönteni, egy, ki tudod-e vitelezni, szépen ki tudod-e vitelezni, vagy kell egyáltalán ez a műtét, vagy az általános állapota, vagy a kora miatt. Volt olyan idős hölgy, aki az orrát akarta megoperálni, és kérdeztem, hogy miért pont most? Mert hogy az unokái ezzel csúfolják, hogy krumpli orra van. Mondtam, neveld meg az unokát, nem kell ide műtét. Tehát sok egyéb olyan dologgal kell neked koncentrálod, miközben konzultálsz, van egy 20 perc fél órád, amikor eldöntöd. Én beszélek neked monotonon, elmondom a konzultációt, de én közben figyelem minden reakcióját, minden mozdulatát, már mikor belép, milyen mozdulattal ül le, milyen öltözékben van, kialakul egy stílus bennem, és mire eljutunk abba a pillanatba, hogy egyáltalán nekem mondanom kell, hogy mit javasolnék, benne már összeállt egy kép, hogy ő neki mi lenne való. Tehát jó, ilyenkor értem, hogy a lelkét is figyeled az embereknek. Persze, nagyon fontos. De egyébként ez minden sebészre főleg igaz lehet ez a kérdés egy olyan laikus embertől, mint én, az orvostudomány tekintve, hogy egyébként, amikor így ránézel valakire, akár csak rám is, hogy ilyenkor nem egy húscafatot látsz bennem? Nem. Mert végülis, hogyha megcsinálnád az orromat, akkor te látnád az én orromat belülről, meg fölnyitva, meg akkor, minden. Igen, akkor, amikor operálom, akkor értelemszerűen látom, az anatómiában dolgozom, de előtte és utána én végig egy emberrel foglalkozom, és ugye ez, ami nagyon minden szakmában fontos, ez egy általános sebészetben, és sose felejtem, amikor érkezett a két táskával az idős bácsi, és mellette az anyuka, és az orvos operálta, és odaállt mögé, hogy itt vagyok, főorvos, megjöttem, rá se nézett, hány óra van? Azt mondja, hogy itt vagyok. Azt mondtam, 7:30, és mi mindig nem nézze, üljön le addig oda. Na most ilyenkor mindig arra gondolok, hogy az orvosnak nagyon emberinek kell tudni lenni, és ez számomra egy olyan tanulságos mozdulat volt, hogy lehet így viselkedni azzal a pácienssel, akit látott, följött vidékről, megérkezett, és jön egy életét megmentő műtétre sebészként, hogy nagyon fontos a jó kommunikáció, amit sajnos nem tanítanak ugye az egyetemen. Mind a mai napig én még az Orvostudományi Egyetemre egyetlen egy előadásra nem lettem meghívva. Soha azt nem kérdezték, hogy hogyan lehetne orvosi etikát tanítani, hogyan lehetne kommunikációt tanítani, mert mit vársz egy orvostól? Az a legalapvetőbb dolog, hogy azért mész hozzá, hogy azt, hogy megoperál, azt tudja. De azon kívül az összes előtte-utána lévő, mondhatjuk, körítés, az mind olyan, hogy ez egy fél gyógyulás egy paciensnek. Akár csak az ajtótól bejut az első a recepciós, a nővér, most akkor vegyük a közkórházat, nálunk a recepciós, utána följön az orvoshoz, hol jut be, mint, hogy foglal helyet, na és akkor jön az, hogy elbeszélgetsz velem. És a műtét utáni dolog, hogy gyakorlatilag egy műtét utáni nyomon követés, az ugyanolyan 100%-os gyógyulást jelent egy paciens számára, mint az, hogy gyakorlatilag nem őköt, tehát nem, azt se tudod, hol van az orvosom, nem utolérhető, ha baj van, akkor azt se tudom, hogy mit csináljak, ezek mind így egy csomag. Te mennyit dolgozol egy nap? Sokat. Mennyit? Sokat. Általában ugye 8 és 12 órát.
És ma különben pont azért is nekem én örültem, amikor beszéltünk, mert egy nagy műtét elmaradt, mert szerintem még egy olyan óra múlva végeztem volna a műtéttel, és így be tudtam jönni, és én nagyon örülök a meghívásotoknak, mert általában reggel én 3-4-8-kor ott vagyok, és akkor kezdem a napomat, 10-kor megoperálok. Hány éve van a klinikád? A klinika most lesz 9 éves, de hát én 96-ban diplomáztam, és azóta vagyok orvos, tehát 30 éve lassan. Most lesz 9 éves, hányan dolgoztok benne? Most már 20-20 ember foglalkoztatok. Orvosként, plasztikai sebészként egyedül vagyok, van egy szakember, aki csak a hajbeültetéssel foglalkozik, mert az tényleg egy olyan dolog, amit nem lehet szétszakadnod, és azon kívül meg a különböző szakágakat csinálják, amik ugye szerintem kell egy ilyen a plasztikai műtét előtt utáni kezelésekhez, vagy bármilyen, ami szépészeti kezeléshez. De sebészként? Egyedül. Te egyedül csinálod. De még annyira, hogy ez tudod, vicc vagy nem vicc, hogy Amerikában nem így van, de még az a kötést, az utolsó fástit, de még a melltartót is én teszem föl, és a kocsiba, amivel visszük a paciens, én ültettem be. De akkor ez neked fontos, hogyha jól értem. Tehát nekem fontos. A kötözés, a varatszedés, mindent megnézni, az utolsó kontrollig. Reggel mit mondjak neked, 9-től 9:30-ig, szerintem heti szinten egy olyan 70-80 pacienst kontrollálok le. De hogy látom, mindent kézben tartasz, nem csak a melltartót az utolsó patintásig, hanem a dizájnt, a websájtot, a mindent, mint a perfekcionista lenni, és mindent a kezben. Nem, de meg volt egyszer az elképzelésem erről, és amikor tudod, bekerültem ebbe az egész közegbe, az általános sebészet után, akkor láttam, hogy, és ez most nem a kollégák ellenőre, szeretem őket, hogy itt nem lesz nehéz labdába rúgni. Mert az egy dolog, hogy megtanulod a szakmát, és vannak jó szakemberek, de hogy azon kívül nem foglalkoztak, és nem foglalkoznak semmivel, szerintem az biztos. És amiket ugye az ember összeolózott külföldről, meg amit láttál, hogy mi az, amit szerintem kell, amitől már is nagyobb ugrást csinálsz, mint ami itthon működik, és az úgy kialakult a fejembe, hogy hogyan kell minél hamarabb eljutatnom a nevemet az emberekhez. Mert nekem az volt az elsődleges célom, hogy ismerjenek minél hamarabb. És ezt hogy tudom? Hát ezzel felhúztam a szakmát, mert ahogyan leszakvizsgáztam rá, 2 hónappal kiraktam életem első hirdetését, az első műtétek, nem tudom, hanyadikából kifizettem az X magazinba, és egy ekkora kockát megvettem, és rátettem a fotómat. Na innentől kezdve engem majd megölt a szakma, ki ez a fiatal ficsúr, aki hirdeti, hogy ezeket meg tudja operálni. Én mondtam, hogy én vagyok az a fiatal ficsúr, de az volt a vicc benne, hogy a szakvizsgám előtt közvetlen, meg utána körülbelül 10 klinika hívott föl, jöjjek hozzájuk dolgozni. De abban a pillanatban, hogy én úgy döntöttem, hogy én egyből egyedül leszek, és magánzó leszek, akkor onnantól kezdve elindult ugye az az áradat, hogy szép lassan, körülbelül 6-7 évig én kaptam fűtvát a szakmától, irítség címszóval, de nem baj, mert én ebből nagyon tudtam erősödni, még erősebbé válni, mert én már rezidensként annyi műtétem volt, mint másnak mondjuk 10-15 év után. Most hagyd ne mondjam, hogy életem első arcplasztikája is egy híres művésznő volt, aki nem tudta, hogy én rezidens vagyok, viszont én nagyon boldogan operáltam, mikor megkeresett egy ma már nem élő színművésznő, és emlékszem, otthon mondtam apunak, hogy figyelj, apu, ez lehet, hogy életem első vagy utolsó arcplasztikája lesz, attól függ, hogy sikerül, de nagyon bátran és nagyon örültem neki. És apukád is sebész. Apu sebész, már nem csinálja, de ő sebész volt. És nem féltem sose, amit kitettem hirdetésben, azt tudtam, hogy meg tudom csinálni. Dr. Krasznai Zsolt, nagyon ismert magyar sikeres plasztikai sebész. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed a tetoválásról. Tetoválás? Én azt mondom, hogy igen, azt csak megbánni lehet, mert ugye vissza nem tudod csinálni. Ez az. És én pont ebből kifolyólag rajtam sosem volt, sosem lesz most már. Vagányak, szerintem vannak szakmák, vagy szakmák, akkor inkább vannak stílusú emberek, férfiak, nők, akiknek szerintem jól mutat, kifejezetten vagány. Hát ma már el sem tudnak képzelni egy olyan futballistát, aki nincsen tetoválás, mert azt hiszem, hogy akkor ez valószínűleg nem jó futballista. Plasztikai beavatkozások egy részét, hogyha nem tetszik, vagy nem olyan, azt visszatudod. De a tetoválás, nem. Pláne hogyha az nagy testet területen van, az irreverzibilis, az nem visszafordul. Igen, mind a mai napig igazából nagyon jó terápia nincsen rá, pláne a mélyebben ütötték be, akkor igazából az abszolút nem lehet. Tehát te se tudsz vele mit kezdeni sebészként. Csak annyit szoktam mondani a fiamnak, hogy azt meg ne tudjam. Lehetőleg azt ne. De jó, csak ide tennék egy pillanat, mondom, nem fiam, nem, azt felejtsd, azt nem tudod visszacsinálni, ma még nem tudod, hogy mivel akarsz foglalkozni, és hogyha olyan területen van, akkor bizonyos köröket kizársz magadtól. Attól is ugyanolyan jó ember lesz, azzal nincsen gond.
csak nem biztos, hogy bizonyos körökben már biztos, hogy bezárult az ajtó. Ha azzal akarsz foglalkozni, ha nem, akkor utána tőlem azt csinálsz, amit akarsz, csak ezt most még ne döntsd el, mert még nem tudod. Következő. No, melyik? Na, melyik? Legyen sárga. Sárga, Vanda. Ez az enyém. Uh-huh. Zsolt. Mi az igazság? Férfiként a plasztikázott nők tetszenek neked jobban, vagy a plasztika nélküliek? Megvan a kérdés, jó. Nekem mind a kettő. Én azt mondom neked, hogy ha egy ízlésesen elvégzett plasztikai műtét után látok egy hölgyet akár divatlapon, megnyalom mind a 10 ujjamat, és tetszik. Hogyha természetességében szép és megvannak a maga arányai, az is nagyon tetszik. Sosem voltam mell, vagy nagyfenék, vagy kisfenék függő. Tehát tudom, férfiak többségében iszunk két sört, és akkor, de jó nagy cicé van, nekem ő kell. Nekem sosem jött be az, ha túl nagy cicé van, vagy ha kicsi van, vagy ha közepes van. Nálam mindig egy hölgy ugye az arcnál, tehát jó sokan mondják ezt, nekem az arc nagyon-nagyon fontos volt. Hogy annak a bája megvan, az nem azért, hogy azzal fogom leélni majd, mert fiatalon nem biztos, hogy azzal akartam élni együtt, akinek a bája megvolt, mert fiatal voltam, de nekem az fontos volt, hogy az arca, az orra, a szeme az úgy megfogjon. Utána ahhoz képest, ha szép volt az alakja, az nagyon-nagyon jó. Mind a mai napig tudok olyat, és látok olyat, akinek lehet, hogy alkatilag nem olyan divatos, vagy nem pont szerencsés, de viszont arca sokkal szédítőbb, mint egy iszonyatosan jó alakkal rendelkező, akár modell, de sütről, hogy tök unalmas. És ez nem a modellek ellen szól, és nem is a super size mellett szól, hanem valahol az arányosság mellett szól, de mondom, nekem a báj, a nem is túl visszafogott, de nem is a túl vagány lány volt számomra mindig a fontos. Olyan sincs, hogy hajszín, ha bár végül mindig a szőke mellett kötök ki, nem tudom, hogy miért, de hogyha nézek fotókat az Instagramon, akkor mindig valahogy, ez olyan szép, ez már megint szőke. De van barna is, aki persze tetszik. A feleségedről ugye ismert, a munkatársad is egyben. Igen. Ő a jogi pályáját áldozta be a klinika és a mestersége oltárán, és támogatja és segíti a munkádat, de hát ő önállóan is csinál dolgokat, és ő azt mondja magáról, ahogy az interjúra való készülésben olvastam, hogy rajta minden eredeti, tehát nincs operálva. Ha és amennyiben egyszer odafordulna hozzád, hogy szeretném, hogyha ezt vagy azt megváltoztatnád rajtam, akkor mit mondanál? Most is szokott néha könyörögni, hogy Zsolt, ha jöjjek be csak erre az 5 percre, please, ha jöjjek egy botoxra, mondom, figyelj, minek? Nem, jól néz ki, használunk botoxot, van töltés, pedig, és tudod, mikor volt neki egy nagy fordulópont, mikor volt egy kis nyálmirigy cisztája, amit mutogatott még ifjú korunkba, és aztán nem is lett túl nagy, de megmutattuk végre egy szakembernek, és azt mondja, hogy ki kell kapni. És amikor ki kellett kapni, akkor ezt előre fölkészítették, hogy készülj fel, mert arcideg bénulásod lehet, akár végleges, vagy részleges. És szerencsére nem volt rossz indatú, de megkértem egy plasztikai sebészt, mert ugye ezt a meccést ezt így csinálják. Én meg megkértem, hogy lehetőleg így, hogy valamennyire rejtve legyen, és te tényleg bejött, 3 hónapig teljesen lebénult a fél arca. De én ennél a gyönyörű nőnél egy darab könnycseppet nem láttam, hogy kiessen bőle, nem sírt, nem féltől, pedig emlékszem, apuson megjelent még este, mikor túl volt a műtéte, Dórika így nézett ki egy kamerával, Dórikám, hogy vagy? És akkor ott nevetett rajta, pedig a saját lánya. És mi is tudtuk, hogy visszajön, mert elmondják, hogyha idegeket pengeted, akkor egy ideiglenes leállás lehet. De azért csak ott van benned, és mi van, hogyha mégsem. És egy darab könycsepp nem jött, és akkor láttam, hogy iszonyatos erős, iszonyatos... De várjál, miért nem te csináltad? Nem, mert ez egy nyálmiricciszt, az egy más. Tehát az nem. Az egy különös... De ha ő hozzád fordulna... Szívesen. Hogy... És te meg is műtenéd a feleséget? Mindig azt szoktam erre mondani, mert mindig jön, hogy a szülés után maradt egy picit, hogy az alhasa olyan puha. Hiába tornázik, tényleg
Tényleg puha. Mondom, Dórika, nagyon egyszerű. Jegyezd elő magad, én aznap bejövök, látom, te vagy az, és megcsinálom. Csak ne engem nyagos, én nagyon szívesen megcsinálom, csak jegyezd elő. Olyankor tudom, hogy inába száll a bátorság. Ja, persze, ja, tehát odaadod neki a majrévasat. Hogyne. Persze, írd föl. Mert amúgy meg azt szoktam hallani orvosoktól, hogy ők nem mernek a hozzátartozóikhoz hozzányúlni, mert hogyha esetleg valami komplikáció lép föl, akkor ettől nem félek. Ilyen maga biztos mondom. Én attól nem félek, megmondom őszintén, tehát szívesen, és ő is azt mondja, hogy ő, ha bármit is változtatnak, akkor inkább nálam változtatna. Ezen nem múlik, de hogy milyen pici a világ, ugye például aposomnál született a gyerkőc, mert ami ritka, hogy aposom nőgyógyász, és a helyettesével akartuk ugye a szülést végigcsinálni, a terhességet. Mondtuk előtte lévő nap, hogy úgy néz ki, hogy jön. Aznap, mikor fölhívtuk, ő azt mondta, hogy sajnos ő Balatonon van és besörözött, pedig ez a legetikátlanabb dolog ugye a szakmában, de mondtuk, hogy semmi baj, apposom megjelent éjjel egykor, hogy Zsoltikám, indulunk szülni, és akkor bementünk, és az ügyeletesen megcsinálták, és hát végül is apposom vezette el ugye a császárt, megcsinálta végig az egészet, tehát, de úgy tudom, a Dóri is igen a papánál született. És a feleségedben, amikor még csak ismerkedtetek, akkor mi volt az, ami eldöntötte, hogy nem csak egy... Mi? Futókaland, hanem hogy ő lesz az életed. Igen, őt ismertem előtte is már, egy pár évvel előtt ugye egy templomba jártunk, én különben mindig az Iker testvéremet noszogattam, mert nekem akkor volt párom, hogy figyelj, István, te jogász lesz, te is állat jogász. Állat a csaj. Mondom, jogász. Igen, hát mondom, én most szabadúszó lennék, biztos, hogy Dórinak udvarolnék. Na aztán így is alakult a történet, és... Szabadúszó lettél. Igen, és tök véletlenül találkoztunk megint valahogy, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor emlékszem, másnapra kértem egy randit, és akkor onnan hazajöttem, és azt mondtam, emlékszem szüleimnek, hogy figyelj, apa, teljesen, mint a ki lennék cserélve, ő egy hihetetlen pozitív, egy találkozó alapján nekem az volt, hogy ha ez így megy egy évig, akkor ő lesz a feleségem, és akkor másfél év után meg is kértem. Mennyi ideje vagytok együtt? Hát most lesz 19 éve, hogy házasok, 20 éve, igen. 20 éve. Töretlenül, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, nagyon szeretjük egymást, klassz. Nem is tudnám igazából elképzelni magamat társként. Mindenkinek vannak kísértések, tehát a Dóri is járt tornázni, biztos látott ilyen jó pasikat. Én is látok éjjel-nappal szemnél szebb nőket, de... De nem féltékeny, hogy a szemnél szebb nők eltűnnek az ajtód mögött? Nagyon, nagyon észre. Már megint azt a lányt nézted a fotókon, Zsoltika. Biztos, hogy tetszik neked. No, hogy ne tetszene, tök jól néz ki. Persze, hogy jól néz ki. De én mindig azt szoktam mondani, hogy marasok válással is találkozom. Szinte minden nap ugye a szakmámon belül jönnek a paciensek, már nem vagyunk együtt. És mindig arra gondolok, hogy akik csalnak, megcsalnak, hazamész, hazudsz. Hazamész, hazudsz. A harmadik, negyedikre már megtanulsz hazudni, tizedikre már folyékonyan fogsz tudni hazudni, és valahol az a másikkal nem fair, kettő, mit nyerhetsz? Egy éjszakát, két éjszakát, három éjszakát, gyakorlatilag nem ér annyit, hogy nekem egyszer haza kell mennem, és azt mondjam a fiam szemébe, hogy figyelj, papa most elmegy. Én ezt egyszerűen nem tudnám megélni, nem hogy a feleségem, de a fiammal meg pláne, hogy nem. Tehát én mindig azt mondom, hogy a kísértés az mindenkinek megvan, szerintem örök életünkre meg lesz, de azt tudni kell kezelni, és egy nagyon aranyos 22 éves asszisztensem mondta egyszer, beszélgettünk pont erről, és azt mondta, hogy figyelj, a hűség csak döntés kérdése. És ez annyira megfogalmazott mindent, pedig egy 22 éves kislány, és ez tényleg így van. Azt eldöntötted, hogy te így akarsz élni, már pedig nekem jó minta volt a szüleim oldaláról, mint pedig a Dóri oldaláról ugyanez, akkor minek? Találkoztam egy fiatal emberrel, aki rendkívül pozitív arroganciával áll az. Ez, bocsánat, hogy ezt mondom. Egy rendkívül pozitív arroganciával, és ha valami kamu lenne benne, tehát valamit akkor ez nem menne. Én egyszerűen ebben úgy hiszek, mondjuk vallásosan nőttünk föl, ez ugye, én még hitana is jártam, még emlékszem, még egyetemista koromban is, aminek ugye nem az volt az értelme, hogy Jézus tényleg járta a vizen vagy sem, hanem akkor pont a párkapcsolatokról beszéltünk. Pedig én hittanon gyerekkoromban nagyon rossz voltam, tehát én még álltam a Szarvas Gábor úti templomba sarokban is, pedig ott nagy sarkok vannak. Templomba sarokban. Az is kemény. Én voltam, és na mindegy. De sok jót szívtam magamba, ez volt az egyike ugye a párkapcsolati oldal. Az ember mindig keresi ugye a jó párkapcsolatot, és mindig mondom benne a lányoknak, hogy figyelj, hogyha kezdenénk meghűlni 50 fölött, akkor szóljatok rám, mert sokszor akkor kezdedik ugye a nagy hülyeség.
Egyelőre nem tudnám elképzelni azt, hogy én hazamennék, és nem ez a két jó ember vár otthon engem, mint Olivér és a Dorka, és nem is akarom megszokni, és nem is akarok egyet küzdeni, és azzal együtt, hogy tudom azt, hogy van olyan házasság, ami Isten ments, és inkább külön, mint együtt. Gyerekre nézve is, és az emberek részére is. Én ezt nem érzem, mert Dóriban egy nagyon pozitív embert találtam, és egy nagyon alkalmazkodó képes, és aki engem el tud viselni, pedig nem vagyok azért a nehéz eset, de aki el tud viselni, én azt mondom, hogy az minden. Nem, aki veled együtt rezeg, te, könnyen kezelhető. Igen, én mondjuk egy vidám ember vagyok. Igen. Igen, Dorka ő is egy nagyon vidám ember. Volt mindig a babysitter szokta azt kérni, hogy Zsolt, hogy van kedved neked este 8-kor is még poénkodni és viccelni, amikor hazajössz, hát mondom, miért sírjak? Hát pont, hogy hazajöttem, ez a ugyanannyi energiába kerül jókedvűnek lenni, mint rossz. Meg hát otthon felszabadulsz. Mi a harmadik? Jön az enyém. Egyébként már, ezt már érintettük kicsit, de én kíváncsi vagyok, hogy mi az igazság? Mi a plasztikai sebésznek, tehát az orvosnak a felelőssége a pácienssel szemben? Hát figyelj, ez egy megint egy olyan szakma, minden orvosnak ugye a pácienssel szemben az, hogy maximálisan teljesítsél. Tehát maximális felkészültséged legyen, és csak akkor merj hozzányúlni valamihez, ha értesz. Hát ez szerintem minden szakmában, mondjuk a késdobálóban a legjobb. Tehát az ott aztán nagyon vigyázni kell. De ez a mi szakmánkra is vonatkozik. Pont kint mondtam is, hogy ugye lefekvés. Én általában 10-11 között lefekszem. Egyrészt nekem is kényelmes, ugye korán kelek, másrészt nem minden nap, de sokszor eszembe jut az, hogy vajon a másnapi műtétes mit gondolt, hogy jó, az orvos mit csinál, vajon most igen, az orvos jól van, ugye nem hány, ugye nem ivott. Ugye, nincs egy kicsit az igen, is, hogy szépít az éjfél előtti alvás? Biztos, de ne, abban én szépítek, abban, hogy arra odafigyelek, hogy nagyon sok férfinak ugye megvannak a megfelelő ráncaink, de ezek a ráncok, ezek nem onnan vannak, ezek alvási ráncok. Mi akkor, ezek? Igen, ja. Akkor oldalt fekszel, és gyakorlatilag úgy torlaszolod a bőrt. Azt hiszem az agrárminiszterünknek olyan, hogy nem csak így van, hanem így van. Csak mi akkor ránc. Sokat alszik? Vagy az nem, hanem úgy alszik, hogy nem figyel arra. Én kifejezetten alszol, figyelek. Csak nem, oldalt fekszem, de akkor megfeszítem. Akkor direkt úgy... Frankon, a krasznai okos alvás. Tudatosan igen. Alszik. Úgy, hogy a kispánán, akkor direkt úgy fekszem, hogy meg kicsit meghúzza, és remélem, hogy úgy maradok. Rohadjak meg. Hát tessék. Örülök, hogy nincs bárhol el tudok aludni. Én mondjuk felületesen alszom piszkosul, mert a életem első ügyeletében, amikor általános sebész voltam, akkor csörgött a telefon, állítólag úgy vettem fel a telefont, hogy csak szuszogtam benne, és ne csaptam. És én úgy mentem be, emlékszem ügyeletre, hogy vittem pizsamát, és vittem mindent, és azt mondja nekem az egyik kolléga, te hülye vagy, azt mondja, ez ügyelet, föl kell kelnünk, én addig is alszom. És utána újra csörgött a telefon, fölvettem, tessék, és akkor másnap a főnök odahívott, és azért klasszika, figyelj, ha az ügyeletben nem aludni jövünk, hanem figyelni kell, jaj, elnézés, főorvos úr. Na onnantól kezdve én bármi csörög a telefon, utolsó lesz, és elsőre fölkapom, tessék. És én azóta tényleg felületesen alszom. Akkor mitől vagy ilyen sima? Ébren alvó? Azért, mert úgy fekszem, tudod, hogy... Nem figyelsz oda a vendégre? Hát így tartja a párnát. Az tényleg, és van, amikor arra kellek, hogy így van egy függőleges ráncom, azt mondom, ezt nem borulok ki, csak ezt nem. És az mennyi alatt múlik el? Nem, hát ahogy a mimikáza, az visszamegy, csak hogyha valaki tényleg sokat... Viszont igen, csak hogy a sebész és a kéz, ugye? Mert azt szokták mondani, hogy hát az a mindene. És akkor arra nagyon kell vigyáznod? Tehát, hogy hát figyelj, te nem vágsz föl egy hagymát, vagy tudom, de, valami, vagy nem vágom, főzöl? De, hál' az égnek nem én csinálom a hagymát. Habár szeretek, sütni szeretek, tehát grillezni nagyon szeretek, az az enyém, az mindig az enyém, de otthon próbálkoztam egyszer, hogy elkezdek főzni, mert szerintem az egy nagyon nagy tudomány. És kreatív, az egy másik típusú kreatív. Nem tudnám különben az orvostudománynak, nem tudnám azt a részét csinálni, hogy én belgyógyász vagyok és nyomozok. Ők tulajdonképpen ők a nyomozók, én vagyok a tech. És gyakorlatilag mi végezzük el azt, ami már végre ki van nyomozva. És, vagy kinyomoztak, bocs, magyarosabban. De a kezemre persze figyelek, én szeretnék lovagolni, de például gyerekkoromban nem lovagoltam, de a feleségem nem engedi. Pedig annál jobb, hogy én imádom az állatokat, hogy egy nagy testű állattal tulajdonképpen együtt vagy, és együtt gyalogolsz az erdőben. Én nem akarok vágtázni, nem akarok csatába menni. Én csak együtt lenni egy állattal, ami sokan lebutázzák, pedig egy nagyon értelmes állat. És hihetetlen terápiás állat tulajdonképpen a ló, de Dóri azt mondja, hogy hát lehetne most kezd el.
Biciklizni szeretek, gyerekkoromban is bringáztam, de most tényleg, hogy elmúlt, mint mondjuk egy 3-4 éve ezzel tanyóztam egyet, és akkor a csukomat utána éreztem jó 3-4 hónapig, de a műtétekben nem gátolt. De boxolni biztos, hogy nem megyek el. Egyrészt nekem egy picit erőszakos történet, habár egy nagyon világ legsportszerű sportja, hogyha tényleg fölállsz, és utána átkarolod azt, aki agyonvert, de a kezem miatt nem, síelésnél odafigyelek. És ezt nem... meg kellett tanulnod, hogy odafigyelj a kezedre jobban? Nem, hát megsérülhet. Az évek során jött. Nem. Sérülhet a kezem, meg én teniszeztem is nagyon sokat. Azt értem, tehát csak az odafigyelést. Az odafigyelésre igen, az figyelek. Tehát az tudatos ösztönösen, munka. Igen, vagy most már ösztönös. Ösztönösen, de tudatosan odafigyelek arra. Az egy érdekes dolog, hogy a Havasi Balázsral beszéltem, hogy ő kint valahol. Hát neki is figyelni kell. Igen, neki is figyelni kell, hogy hol tud biztosítani. És itthon nem nagyon találsz biztosítót. És ő végül azt hiszem, valahol Ausztriába biztosított, és mindig úgy, most jó, hogy eszembe jutott, mert most neki fogok indulni megint, hogy hol tudom biztosítani a kezemet. Mert gyakorlatilag most például, hogy egy éve volt egy Achilles szakadásom, az kivont engem egy pár hétre a munkából, sikerült aztán úgy alakítani a történetet, hogy az tudjon működni, de ugye műtét volt, stb. De hogy például a kezemmel történne valami, akkor hogy tudom én azt biztosítani, hogy legalább egy pár hónapig nem az, hogy én meg tudjak élni, de hogy tudom akkor biztosítani a munkatársaknak. A 20 embernek a munkáját. Ez egy felelősség. Ez egy komoly felelősség. Igen. Az is még egy felelősségi kérdéskör, mert azt még meg szerettem volna kérdezni, hogy te hogy látod, hogy igaz az, amikor mi azt mondjuk az Instát pörgetve, és nézzük a hölgyeket, a nőket, de akár a férfiakat is, de most a nőkre gondolok, hogy úristen, ez mindegyik ugyanúgy néz ki, mindegyik ugyanolyanra lett műtve. Hát van most igen egy ilyen trend. De ők tényleg ugyanúgy néznek ki, vagy csak mi látjuk? De nagyon-nagyon. Ja, már olyanok, mint az ikrek. Igen. És ebben nagyon sokat számít ugye a szájtöltés, meg az orrplasztika. De ez a kettő nagyon-nagyon el tudja vinni nagyon egysíkúvá ugye az arcot, mert egy orrot, hogyha elkezdesz nagyon sok orrplasztika van, és én mindig csak addig szoktam belemenni, hogy egy picit finomítani. Illetve van technikailag az, amikor teljesen egy tök szabályos orrot fogsz gyártani, csak amikor szabályos orrokat ráteszed a fejre, akkor gyakorlatilag szinte, mint a te rajzoltad, csak ezt az arc típus tudnám lerajzolni, mert nem tudok mást. És ugyanez a szájjal is, és a kettő együtt nagyon meghatározó tud lenni egy arcon, akkor és abban az már ugye a kék szeme, se barna szeme nincsen, csak nagyon piszeor és nagyon dúsajak. És ugye az ne nézzél engem, én nem akarom szép hosszú szőke hajú lenni, mint abban. Nagyon piszeor például profilból, az még bumfordivá teszi az arcot, mert nagyon pici az orr, ezáltal nincs is megtöltve az arcad, és még nagyobbnak tűnik, és csupa ilyen. Ugye ezt mondták, hogy Russian lips. Ez nagyon jól áll az oroszoknak, ahol tényleg az oroszlányoknak sokszor nagyon dús arcuk van. Igen. És ahhoz jól is áll egy dúsabb bajag. Na de hát ez egy filigrán francia arcra, ez már nagyon hülyén néz ki, vagy ugyanez akár magyar arcon. Tehát ezt mindig osztályoznod kell tudnod, hogy mibe viszel bele valakit, csak azért, mert bejön, hogy a Russian lips-et akar, attól még nem fogsz ekkora szájat csinálni. De az tény, hogy az Instagram visszatérve nagyon sok az egyenarc, nem jó szerintem, de majd ebből is kijönnek. Mint ahogy vannak trendek, vannak trendek, amit most köves vagy ne köves. Ugye fox eyes, amikor ugye ilyen szemet csinálják, most ugye ezt megváltoztatod a cat eyes-ra, és akkor most ide van föl kanyarintva a szeme. Nem biztos, hogy neked ebbe bele kell menni. New Yorkban volt egy orvos, aki megcsinálta a hobbit fület. És de erre volt igény. Igen, és volt is igény. És de nem a tündefület? Mert a tündéknek van. Tündefül, bocsánat. Ja, hobbitból a tündefül. Ez a kihegyezett fül. És figyeld, a websájtján egy csomó olyan ember van, aki ezt tényleg megcsinálta, mert azt hitte, hogy ez annyira divat lesz, és belemennek. Holott hát csak jó. A fül, meg az ornő életünk végéig folyamatosan. Igen, tehát a lógórokat nyilván azért akarják viszni. Nekem még nagyobb lesz az orrom. Igen. És nekem is. Nekem is. Főleg a fülemben bele. Mindannyiunknak. Az jó, az ugye a nagypapáinknál látjuk, hogy már egy lóg. Füle van. Walter Matthew-nak mekkora fülem volt? És végén kikötök a krasznainnál. Könnyen lehet. Késő kategória. Jó, mert akkor mindegyik van egy doboza. Amikor 60 volt a véhülye palik, még azt mondta, hogy nem jön. Most 72, csak nem baj, barterban megoldjuk. Na nézzük a te igazságodat. Hát nincs benne igazság, kíváncsi vagyok. Zongora? Igen, ezt írtam le. Mert most, amikor írtál, hogy el is fejtettem, és most, hogy bejöttem, akkor azon gondolkoztam, hogy mivel tudlak meglepni, látod, és megleptelek, a zongora, hogy én nagyon-nagyon szeretem a zenét. És
Most így hirtelen egyébként nekem nem jut eszembe bölcsesség, vagy meg szerintem eleget bölcselkedtünk itt az életről. Zongora nekem ő egy akkora feladat és egy akkora kihívás, amivel még mind a mai napig nem tudtam megbirkózni, és pedig vettem egy zongorát egy 5 évvel ezelőtt, 2 évig tanár is járt, és mind a mai napig nem tudom megszeríteni, pedig én gitároztam gyerekkoromban, és azt is úgy tanultam meg, hogy lomtanításon találtam, addig pengettem, először 1 húr, 2 húr, míg végre a hobbiboltban anyuék vettek nekem egy rendes akusztikus gitárt, akkor még csak ott lehetett kapni 800 forintért, és a zongora mindig vágyam volt, mert az a világ egyik legszebb hangszere, ami önmagában egyedül is egy teret be tud úgy telíteni, hogy az ember vagy elsírja magát, vagy boldog, és vagy nagyon sok érzelmet ki tud váltani. És mind a mai napig számomra ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ott vannak a fehér-fekete billentyűk, és hogy ott van az összes világsláger, ott van az orrod előtt. Csak úgy kéne lenyomnom azokat a billentyűket, és egyszerűen ugye tanulom az akkordokat, csinálom, de ha csak a saját magad keftelésére csinálod is, egy hihetetlen jó szórakozás és kikapcsolódás nekem, mint ahogy például a sportban már ugye nem tudok olyan nehéz sportokat csinálni, de a golf nekem ugyanez, pedig nyugdíjas sport, pedig nem, azért annyira nem. És az is, ha kimegyek a mezőre, és mint a világ legszebb kertjeiben labdázhatnál, én így szoktam fogalmazni, na nekem a zongora a hangszerek közül ugyanez. Játszottam együttesben, még gyerekkoromban gitározgattam, énekelgettünk, stb., de ő volt mindig az, ami számomra a legfontosabb. Mint ahogy például a csillagászatot is nagyon szeretem, ha most megdöbbentőt akarnék írni, az is egy olyan lenne, mert az is az űrkutatás és az űrnek a megfigyelése és annak a felfedezése az még mindig előttünk van. Irigylem azokat, akik, hogyha most pályát választanak, és azt mondja, hogy megy a NASA-hoz. És el tud jutni oda, mert egy csomó olyan dolgot ismerhet még, ami a halandóknak még ismeretlen. Szerintem neked megvan a saját zongorád, amin, mint az eredmények mutatják, virtuózként játszol. További sok sikert. Aranyosak vagytok, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szerintem egy év múlva ilyen az életbe visszahívjuk Zsoltot, már tud majd zongorálni. Hát remélem, nagy feladat. Megfogadtam a nyugdíjas koromig, biztos, hogy valahogy meg fogok tanulni, mert az, hogy le tudsz ülni, akár egy könnyed jazz, vagy bármit eljátszani, isteni lenne. Ugyanott már 4 hangjegy, de azt mondta egyszer egy zongoratanár, hogy nagyon nagy vicc, hogy képzeld el, hogy majdnem minden slágerkőben 4 akkordra íródik. És tényleg így van. Az egyszerű a legbonyolultabb a végén. Persze, persze. Köszönjük még egyszer. Köszönjük, hogy itt voltál. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.